Liptai Kinga Gárdonyi, Petik Eszter Vivien, az Eszterházi Károly Egyetem gyakorlóiskola, míg Pler Pazsófia és Váradi Edina Lilla, a Dobó István Gimnázium tanulója. Ők 4-10 hónapon keresztül havi 10 000 forintos ösztöndíjban részesülnek a város jóvoltából. Abban az esetben, ha felsőfokú tanulmányokat folytatnak, vagyis felvételt nyernek, akkor egy összegben további 100 000 forintot kapnak. Én arra biztatom a fiatalokat, hogy aktívabban pályázzanak. Ezúttal 5 pályázó volt, ebből 4 felelt meg a kritériumoknak. Azt tudom mondani, hogy ha ennél nagyobb számban pályáznak fiatalok, és felelnek meg a feltételrendszernek, akkor ennél nagyobb számban is tudunk ösztöndíjat biztosítani, tehát itt nem szabunk anyagi korlátokat ennek a feladatnak. Ez az ösztöndíj rendszer nem csak a gimnazistákra, hanem a szakmunkás tanulókra is vonatkozik. Az összesen 200 000 forintos támogatás nekik abban az esetben jár, ha a szakmunkás képesítés megszerzését követően 90 napon belül képzettségüknek megfelelő munkahelyen dolgoznak Egerben, és ez a jogviszony legalább 3 hónapja megszakítás nélkül fennáll. Mint elhangzott, legközelebb 2019 első felében a felsőfokú tanulmányokat folytatóknak hirdet ösztöndíj pályázatot a város.